Kedves kollégák, azokat büntetik leginkább, akik leghűségesebben végigülték ezt a napot, és kivárták ezt a pillanatot, és akkor még 5 vagy 6 percet, többet nem kell, hogy hallgassanak. A 12 kitűnő előadás után, amelyek Magyarország 20. századi történetének az egyik újrakezdési időszakáról, és azon belül ennek egy főszereplőjéről, Bethlen Istvánról szóltak. Az előadások tematikailag nagyon különböztek, és ez nem volt véletlen, mert úgy válogattuk az előadókat, hogy legyen benne gazdaságtörténet, szociálpolitika, társadalomtörténet, eszmetörténet, politikatörténet, vagyis, ahogy véleményem szerint a történésznek föl kell fognia a feladatát, egy korra és egy személyre több perspektívából világított rá. A tematikák különböztek, és különböztek, ahogy mindenki észrevette, a stílus is. A forma is, ahogyan az egyes előadók megközelítették a maguk témáját, azt mondhatnám, hogy mindenki önmagát adta. Vagy ha szabad így többes szám első személybe fogalmazni, valamennyien önmagunkat adtuk. Volt, aki egy szigorú, száraz, szakszerű szöveget, mások nem bírtak ellenállni a kísértésnek, hogy ebben a gyönyörű teremben a Magyarországgyűlés felsőházában vannak, és úgy érezték, hogy a jelenlegi vezetőinek, a politikusainak is, Bethlen Istvánból kiindulva kell valami üzenetet mondani, még akkor is, ha ők nem voltak itt. Hát, ha valahogy eljut hozzájuk. De mindezek ellenére valamennyi előadót összekötötte egy valami, és ezt tartom a legfontosabbnak, a szakmaiság és a professzionalizmus. Az, hogy mindegyen úgy gondolták és úgy gondoljuk, hogy nincsenek a történelemben hőskorszakok és antikorszakok. Nincsenek csak jó tulajdonságokkal felruházható és csak rossz tulajdonságokkal felruházható korszakok, mint ahogy a szereplők sem angyalok és ördögök, hanem esendő emberek tévedhetnek, rossz döntést hozhatnak, mint ahogy mi is hozunk valamennyien az életünkben rossz döntéseket és jó döntéseket. És a lényeg azt gondolom mindig az, hogy a mérleg nyelve merre billen. És Bethlen István esetében úgy gondolom, hogy a mérleg nyelve egyértelműen a pozitív irányba lenged ki, és hát szerintelenség nélkül mondhatom, hogy ezt nem csak most gondolom így a rendszerváltás után 20 évvel, hanem így gondoltam a rendszerváltás előtt 10 vagy 12 évvel is. Természetesen nem akarok lenni álszent, nem is tudnék lenni álszent, és nem akarom elhallgatni azt, hogy noha ez egy szakmai konferencia volt, nem szokás általában véve, hogy történész konferenciákat ebben a épületben tartanak. És senki előtt nem titok, de valljuk be is, mondjuk meg őszintén, hogy itt a magyar kormány identitás politikájának a része voltunk bizonyos szempontból, amely identitás politikának az egyik célja az, hogy Bethlen István beemelje a magyar emlékezet kultúrába. Beemelje a magyar emlékezet kultúrába. Ott szokott ülni. Na most, amikor én hozzám a fölkérés megérkezett, ez nem volt kérdés számomra, és az sem volt kérdés, hogy én erre igen fogok mondani. És akármelyik kormány, akármelyik főhivatalnoka kérte volna tőlem ezt 2 évvel ezelőtt, vagy 3 év múlva, a válaszom mindig ilyen lett volna. És azt gondolom, hogy a jelenlévőknek, vagy főleg a kollégáknak nem kell magyarázni, hogy miért. Fontosabbnak tartom ennél azt, hogy a jelenlévő, az elnököket is beleszámítva, több mint 12 tucatnyi magyar történész is ezt kisebb rábeszélés hatására esetenként ugyanígy gondolta. Noha, és talán ezzel sárlók el titkot, vannak közöttünk olyanok, akik hát inkább jobb fele hajlanak, vannak közöttünk, akik inkább bal fele hajlanak, még talán olyanok is vannak, akik a szocialisták felé hajlanak, talán olyan is, aki a jobbik felé hajlik, de minden esetre ez a társaság egy sokszínű társaság. De abban, hogy eljöttek ide, és elmondták ezt a szakmailag megalapozott kiváló előadásaikat, azt gondolom, hogy valamennyien példát mutattak arra, hogy akkor, amikor most már évek óta a magyar társadalom és a magyar politika irány oly mértékben antagonizált, mint amilyen mértékben antagonizált, és amikor az emlékezett kultúra terén vívja meg a magyar jobboldal és a baloldal láthatóan a csatáit, hogy kiről lehet utcát elnevezni, kiről nem lehet, és kinek a sobra legyen itt, és kinek a sobra legyen ott, akkor mi történészek, a 20. század vagy a Horthy korszakkal foglalkozó történészek egyetértettünk reményeim szerint abban, hogy minden hibája vagy problematikus lépés ellenére Bethlen István vitathatatlanul azok közé, a magyar 20. századi politikusok közé tartozik, akinek helye van ebben az emlékezett kultúrában, és aki előtt jobb és baloldali ember egyaránt fejet hajtott.
Én ezekkel a gondolatokkal szeretném bezárni ezt a mai konferenciát, megköszönve az előadóknak azt, hogy elvállalták, hogy a saját szakmájuk területéről kiindulva egy fél órában megosszák velünk a gondolatainkat. A közönség még jelenlévő részének, hogy kitartott velünk együtt és végighallgatott bennünket. És a szervezőknek, nem utolsó sorban, az Országgyűlés Hivatalának, Belovics Istvánnak és másoknak, akik biztosították azt, hogy a mai nap ott, hát Beken István teljesítménynek és a 20-as évek Magyarországa teljesítménynek szenteljük. És csak, hát nagyon halványan merem hozzátenni, hogy ha a politikusok észrevennék a történészeknek ezt a magatartását és az attitűdjét, hogy így is lehet, akkor szerintem a szakmaiságon túlmutató eredménye is lehetne ennek a konferenciának, de ez majd ki fog talán derülni a jövő héten, amikor Beklen Istvánnak sodrot fognak avatni, és majd kíváncsian fogjuk nézni a TV híradóban, hogy kik lesznek ott ezen a sodoralatáson. Köszönöm szépen a figyelmüket! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, kedves jelenlévők, köszönöm szépen Gromsis Ignác akadémikus úrnak ezt a kitűnő összegzést, és én magam részéről csak annyit tennék hozzá, hogy azt hiszem, hogy ez a konferencia megerősítette azt, hogy a 20. század politikusai közül Beklen István nem csak egyszerűen egy politikus volt, de azt hiszem, hogy használható számára az államférfiú jelző. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!